Szoboszlai Dominik elképesztő formában van. Ezt a kijelentést napról napra igazolja nagyszerű teljesítményével, a Lipcse csapatában és a magyar válogatottban egyaránt. Nem véletlen, hogy Bulgária ellen a mezőny legjobb játékosa lett, és az UEFA az ő cselét választotta meg a játéknap legjobb megmozdulásának. Trükkjeitől és passzaitól talán még kiemelkedőbb volt szabadrugás gólja, amit a mérkőzés 26. percében szerzett. Dominikról mindenki tudja, hogy pontrugásai nagyon veszélyesek, ha ő a pályán van, nem is kérdés kiáll a labda mögé elvégezni a szabadrugást. Na de vajon mi lehet a titka? Ebben a videóban ennek jártunk utána. Oroszország, Feröer-szigetek, Szlovákia, Törökország, Bulgária és még sorolhatnánk. Mi a közös ezekben az országokban? Az, hogy Szoboszlai Dominik mindegyiknek betalált pontrugásból. A magyar játékos igazi szabadrugás specialistának számít. A felnőtt válogatottban is szerzett már szépségdíjas találatokat, illetve klubcsapataiban is több alkalommal volt eredményes pontrugásból. De ugyanakkor már utánpótlás válogatottként is ez volt a védjegye. Már az U17-eseknél is megcsodálhattuk csodás rugó technikáját. Egyértelmű volt, hogy 25 méteren belül minden szabadrugás gólhelyzet nekünk. Talán eddigi legemlékezetesebb találata a Törökország ellen lőtt gólja, amit mintegy 33 méterről zúdított az ellenfél kapujába. Van olyan, amikor eltalálod a labdát és érzed, hogy bemegy. Ilyen érzésem volt, jól eltaláltam, hála Istennek a kapufáról befelé pattant. Szoboszlai tökéletes rugó technikájában elengedhetetlen tényező a rengeteg gyakorlás. Ugyanis a fiatal labdarúgó sokszor edzések után is a pályán maradt tökéletesíteni a lövéseit. Továbbá édesapja Szoboszlai Zsolt is segített neki különféle gyakorlatokkal. Kicsi korom óta gyakoroltam apámmal, néha golyókat rakott kúpokra, és azokat onnan kellett lelőnöm. Kevesen tudják, de Dominiknak Cristiano Ronaldo a legnagyobb példaképe. A portugál játékos mozgását, lövéseit, cseleit tanulmányozta gyerekkorában. Ugyanakkor játékától talán jobban megihlette őt Ronaldo elszántsága és alázatossága a labdarúgás iránt. Ha jobban megvizsgáljuk, ez a fajta csodálat meg is látszik Dominik játékán. Rengeteg olyan megmozdulása és találata van, ami kísértetiesen hasonlít a portugál játékoséhoz. Az én példaképem Cristiano Ronaldo. Sokat tanultam tőle. Gyerekkoromban rengeteg videót néztem róla. Tetszett az alázatossága és ahogy mindenért megdolgozott, amilyen ma van. Továbbá Szoboszlainak van egy titkos fegyvere is, ami pedig az ő adottságában rejlik, és nem tanulható sok gyakorlással. A magyar játékosnak a lábmérete ugyanis meglepően kicsi. Nagyon kicsi lábam van, 41-es cipőméret, ehhez 186 cm-es testmagasság, ami különleges röppáját biztosít meglőtt labdáimnak, passzaimnak. Ennek köszönhetően lövéseinél ugyanaz játszódik le, mint a golfban az ütő és a labda találkozásakor. Kicsi változtatásokkal képes módosítani nagymértékben a meglőtt labda ívén. Mindenképpen ki kell emelni Dominik egyedi technikáját. Többféleképpen meg tudja rúgni a labdát. Képes rá, hogy teri csűddel találja el a játékszert, amely aztán csapódva megy a kapu felé. De ha úgy látja jónak, akkor belsővel a sorfal mellett csavarja el a labdát. Nagyon sokat jelent, hogy több variáció is várható tőle, ezzel ugyanis alaposan megnehezíti az ellenfél kapusának helyzetét. Szoboszlai Dominikot tehát több tényező is segítette abban, hogy napjainkra ilyen szabadrugáslövő váljon belőle. Nem véletlen, hogy valószínűleg minden magyar válogatott szurkolót elönt az izgatottság, mikor a csapat szabadrugást kap és a fiatal játékos lép a labda mögé. Remélhetőleg még nagyon sok hasonlóan szép találatot láthatunk tőle, mint Bulgária ellen. Szerintetek Dominik megérdemelten kapta meg a csapatkapitányi karszalagot a válogatottban? A válaszotokat írjátok le kommentben! Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor mindenféleképpen dob rá egy lájkot és iratkozz fel további focis tartalmakért. Hajrá magyarok, hajrá félidő!